A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda feladatellátási helyszínein is zajlanak a tesztelések. A részvétel önkéntes, hangsúlyozta a vezető, aki arra kérte az intézmények dolgozóit, segítsenek maguknak és a környezetüknek is azzal, hogy alávetik magukat a tesztelésnek. A vizsgálatok rendszeresek az óvodában, az operatív törzs által meghatározott ütemezésben. A szűrést egyébként bölcsődei, óvodai és iskolai pedagógusok körében a fővárosi és megyei védelmi bizottságok és kormányhivatalok szervezik, minden kormányhivatal országszerte így városunkban is. Karcagon szinte mindenki részt vett a tesztelésben. Az intézményünk dolgozói igen nagy számba vesznek részt, közel 90%-os az aránya részvételben. Ennek nagyon örülünk, hiszen nagyon nagy az egyéni és a kollektív felelősségük abban, hogy a teszten részt vegyenek, hiszen gyerekek között dolgoznak, közösségben dolgoznak, úgyhogy az elmúlt héten, az első héten 96 dolgozónkat teszteltek le, szerencsére közülük két pozitív kollégát találtak, a többiek negatív tesztet produkáltak. Kérik is a dolgozók, 90%-uk teszteltette magát a múlt héten is, és úgy tűnik, hogy ezen a héten is, úgyhogy ez nagyon, nagyon nagy eredmény, azt gondoljuk, hogy itt az intézményen belül megállítsuk, megfékezzük a járvány terjedését. Gulyás Ferencné kihangsúlyozta televíziónknak, hogy a részvétel önkéntes, tehát akkor végeznek valakin tesztet, ha beleegyezik, és nem rendelkezik ezt a vizsgálatot kiváltó lelettel. Önkéntes, a tesztelés teljesen önkéntes, de hát a felelősségét átérzik a dolgozók ennek. Ami nagyon szerencsés, hogy ilyen nagy számba veszünk részt a tesztelésbe, hiszen ők tünetmentesek voltak, és így ők azonnal kikerültek a közösségből, azok a csoportok hatósági megfigyelés, járványügyi megfigyelés alá kerültek, és így ők már ott tovább nem fertőztek, hiszen néhány nap múlva megjelentek a tünetek is náluk. Ahogy említettük, munkahelyen kell elvégezni a tesztet az érintettnek. Ha beleegyezik a tesztbe, a megadott időpontban meg kell azon jelennie. A teszt eredményét a letesztelt személlyel és a megyei, illetve fővárosi tiszti főorvossal is közlik. Ha pozitív lesz a teszt, akkor az érintettnek azonnal értesíteni kell a házi orvosát. Két csoportunk van most jelenleg rendkívüli szünet alatt, amelyet az oktatási hivatal rendelt el, és ők otthon vannak a gyerekek, őket a szülők megfigyelik. Az egyik kollégám, aki pozitív lett, ők enyhe tünetekkel vannak otthon, illetve az óvodás gyerekek közül is vannak, akik pozitívak, ott ők is enyhe tünetekkel vannak az otthonukban. A szülők nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen amikor egy csoportban pedagógus kollega vagy gyermek lesz koronavírus pozitív, akkor ott az a csoport járványügyi megfigyelés alá kerül, és ilyenkor ugye a szülőknek a gyermekekkel otthon kell maradni, és meg kell oldani a gyermekek felügyeletét, de általában ez egy olyan 5-6 nap szokott lenni a rendkívüli szünet elrendelése. Bízunk abban, hogy nem kerül bezárásra, hiszen ez a szülőknek azért nagyon nagy terhet jelentene ott, ahol dolgoznak a szülők, mindkét szülő dolgozik. Az iskolákban így is vannak ugye bezárások, digitális oktatás, rendkívüli szünet, és az is megterheli a szülőket, de hát az óvodás gyermekekre a felügyeletet meg kell oldani nekik, úgyhogy azt gondoljuk és bízunk abba, hogy ezekkel az egy-egy csoportnak a rendkívüli szünet elrendelésével végig tudjuk vinni ezt a járványidőszakot. Gulyás Ferencné szerint a vizsgálat kicsit kellemetlen, de a cél a vírus terjedésének lassítása és az emberéletek megóvása a legfontosabb. Nem fájdalmas. Inkább azt mondanám, hogy kellemetlen. Van egy kellemetlen érzés. Hát volt, akinek egyik héten jobban kellemetlen volt, másik héten kevésbé, de azt gondoljuk, hogy kibírható, és nagyon fontos, hogy tudjuk azt, és tudják a kollégák is, a szülők is, hogy nyugodtan hozhatják a gyermekeket az óvodában.